Az Eötvös József emlékplakett kitüntetést 13 évvel ezelőtt hozta létre az Országos Pedagógus Szakszervezet. A díj célja, hogy a jól működő óvodai vagy iskolai alapszervezeteket jutalmazzák vele. Ez a díj ahhoz az alkalomhoz köthető, ami arról szól, hogy a Magyar Közoktatás napján kiemelt figyelmet kapjon a közoktatás, mert a költségvetés elfogadása előtti időszakban azt gondolom, ezt minden egyes oktatási intézmény ezt a különösen kiemelt figyelmet megérdemli. A Székesfehérvári Pedagógus Szakszervezet idén a kitüntetésre a szénatéri iskolát terjesztette fel, hiszen itt a pedagógusok mintegy 65%-a tagja a közösségnek. A Pedagógusok Szakszervezetének Székesfehérvári Intézőbizottsága úgy gondolta, hogy mivel az iskolában a munkavállalóknak a 64%-a szakszervezeti tag, ezért felterjeszti, ezért az aktivitásáért erre az Eötvös Emlékdíjra az alapszervezet tagjait. A szénatéri szervezet vezetője az országos közösség alelnökétől vette át az elismerést. Ennek a díjnak nagyon-nagyon örülünk, mert számunkra ez nagyon nagy megtiszteltetés. A mi kis szakszervezetünk nem csak a saját pedagógusaiért, hanem a gyermekekért és a szülőkért is munkálkodik. Az emlékplakett átadó ünnepségén a terület önkormányzati képviselője is részt vett, Deák Lajosné szerint a legjobb helyre került most az elismerés. 2 éve vagyok a körzetnek a képviselője, és előtte semmi volt a kötődésem nem volt az iskolára, se diák, se nevelőként. És most szinte minden nap életükbe belefolyok, és számomra nagyon-nagyon nagy öröm. A város polgármestere úgy véli, a lehető legjobbkor kapta meg az iskola ezt a kitüntetést, hiszen az intézmény az 1938-as Szent István emlékévben született, így jövőre a városi eseményekkel párhuzamosan ünnepelheti fennállásának 75. évfordulóját. 75 évvel ezelőtt 2013 okán ezáltal méltó módon a 38-as avatására emlékeztetünk, ami összefügg magával a városi emlékével is, hiszen ez pont egy akkora elkészülő középület volt, éppen az emlékév vonatkozásában, és akkor is lámlám az oktatás nevelés az milyen fontos kérdés volt. Az Eötvös József emlékplakettet évente maximum 5 iskolai vagy óvodai szakszervezetnek ítélik oda.